A mai napon talán az egyik legérdekesebb Marvel karaktert fogjuk bemutatni. Galactus talán az egyik legerősebb szereplő a képregényekben hatalmas étvágyjal. Ha tetszik a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Jó szórakozást! Galactus, a világok pusztítója, eredetileg egy hétköznapi humanoid volt a TAA bolygóról. Az univerzum, ahonnan a nő származik, még a nagy boom előtt létezett. Galactust ekkor még Galannak hívták. A Marvel képregényekben az univerzum egy kozmikus tojásnak köszönhetően létezhet. Ez a tojás szétrobban bolygókra és csillagokra, majd tágulni kezd. Mikor befejezi a táguló folyamatot, elkezd zsugorodni, majd egy újabb tojássá változik, majd ismét felrobban. Nos, Galan univerzuma pont a zsugorodás végénél tartott, és mivel nem találtak megoldást a problémára, úgy döntött pár társával, hogy dicsőséges halált halnak és belerepülnek az univerzum közepébe, ahol a robbanás történik. Az utasok közül Galanon kívül mindenki meghalt. Galan testét egy újszerű energia járta át. A tojásban találkozott a jelenlegi univerzumbeli öröklét elődjével, aki az univerzummal együtt halálán volt, de Galan segítségével túlélhetett olyan módon, ha az ő erejét felhasználva átváltozik Galactussá. Ugyanekkor született meg az öröklét és a halál. Galactus a nagy boom bekövetkezésével űrhajóstúl bolyongott az űrben, még egy szemlélő észre nem vette. A hajót egy bolygóra vitte, hogy tanulmányozni tudja. Rájött, hogy ami benne van, hatalmas étvágyal rendelkezik. Energiára van szüksége ahhoz, hogy életben maradhasson. Abban a pillanatban el akarta pusztítani a hajót, ám mivel ez a szemlélőknek nem megengedett, inkább otthagyta Galactust. Galan annak érdekében, hogy kordában tartsa belső energiáit, készített egy páncélt, majd az űrhajóját egy inkubátorra alakította át, ahol több ezer éven át átfejlődött jelenlegi alakjába. Mikor kijött az inkubátorból, egy lakott bolygón találta magát. Ekkor vette észre, hogy éhezik az energiára, így felzaválta az égi testet. A helyére egy naprendszer nagyságú építményt készített, mely otthonául szolgál majd, és elnevezte TAA-2-nek. Innentől kezdve csak lakatlan bolygókat pusztított el, hiszen annyi emberség még maradt benne. Persze két étkezés között évtizedek teltek el. Ahogyan teltek az évek, Galactus étvágya is egyre csak nőtt, míg odáig el nem jutott, hogy lakott bolygókat is elfogyasszon. Egy alkalommal az Enlá bolygóra fájt a foga, ám egy helyi lakos, név szerint Morin Rad, a bolygóért cserébe felajánlotta neki, hogy hírnöke legyen, aki majd lakatlan bolygókat keres a számára. Galactus belement, és a férfit átváltoztatta az ezüst utazóvá. Egy alkalommal rátaláltak a Föld bolygóra. Galactus is elindult oda, ám mire odaért, az ezüst utazó megsajnálta a földlakókat, és Galactus ellen fordult. Mint kiderült, Reed Richardsnak volt egy fegyvere, amivel képesek lettek volna megölni a bolygó falut. Helyette inkább csak rávették arra, hogy takarodjon. Az utazó büntetésül soha nem hagyhatta el a Földet. Galactus ezek után rátalált a Föld azon másolatára, melyen nem éltek szuperhősök, így a jelenlegi hírnökével, a pusztítóval elindultak arra, ám a Fantasztikus Négyes ismét az útjába állt, így egy másik lakott bolygót kebelezett be. Galactus ezek után még egyszer bepróbálkozott a Földnél. Ezen a ponton a világfaló, komolyan mondom, olyan, mint egy kisgyerek, akinek megtiltottad, hogy nem ehet a konyhapulton lévő sütiből, de ott koncsorog egész nap, te meg a szobából futsz ki, hogy nem! Na szóval, Galactus ez alkalommal a pusztulás szélén állt, ám a bosszúállók megállították. Reed Richards és Thor megkönnyörültek rajta, és a Mjolnir segítségével annyi energiát kapott, hogy még egy jó darabig életben maradt. Hálája jeléül megígérte, hogy többet nem támad a Földre. Itt léte alatt új hírnökre tett szert. Ő Nova volt. Ezek után az univerzum vényei Galactus halálát kívánták, ugyanis úgy gondolták, hogy azzal egy újabb ősrobbanás következne be, aminek köszönhetően újjászülethetnek. Nova és az ezüstutazó megállították a véneket. Egy kis idővel később Nova lázadni kezdett. Az új hírnök Morg lett, aki Nova meggyilkolásával bizonyított mesterének, ám az előző hírnökök végeztek Morggal. Galactus egy későbbi földi látogatása után az ezüstutazó újra a hírnöke lett kényszerből. Az utazó a mesterét a Shi'ar birodalomhoz vezette, ahol több földi szuperhős és más bolygók együttesen támadtak Galactusra. A harcot a hatalmas sereg nyerte, mely során Galactus életét vesztette. Ez a halál egy Abraxas nevű pusztító lénynek nagyon is kedvező volt. Mivel Galactus eltűnt, kedvére tombolhatott. Ellátogatott a Földre is, ahol megtámadta Uatut, a szemlélőt, és ellopta a Fantasztikus Négyestől az előbb megemlített pusztító fegyvert. Reed Richards két gyereke egy kis kozmikus segítségnek köszönhetően feltámasztotta Galactust, aki a fegyvert sikeresen visszavette Abraxastól. Egy csapat Novának köszönhetően a fegyver Mr. Fantasztikushoz került, aki el akarta pusztítani vele a multiverzumot. Eredményképpen egy olyan univerzum született, ahol Abraxas soha nem is létezett. Később egy Annihilus nevű űrlény meg akarta hódítani a világot. Összeállt Thanosszal, majd elrabolták Galactust és az ezüstutazót, akiket bolygópusztító fegyverként akartak felhasználni. Holdsárkány és Drax sikeresen kiszabadították őket, majd Galactus egy robbanással véget vetett a harcnak.
Később Galactus háborút üzent Asgardnak, ugyanis tudomására jutott, hogy rejtegetnek egy Galactus magot, mely egy új világnak adhat életet. Ebben a magban annyi energia volt, hogy képes lett volna megállítani Galactus étvágyát. A hatalmas háború után Loki Odin világfájába rejtette a magot, ahol még Galactusnak is lehetetlenség megtalálni. Nem sokkal később Ultron úgy döntött, hogy kiirtja az emberiséget és elfoglalja a Földet. A túlélők között ott volt Rozsamák is, aki Fátum egyik időgépét használva visszament az időben, és megakadályozta Ultron születését. Emiatt több karakter átkerült másik univerzumokba. Galactus az 1610-es újvilági Földön kötött ki. Itt összeolvadt a helyi Galactusszal, majd néhány hős a negatív zónába juttatta őt. Egy örökkévaló észrevette, hogy Galactus hol található, majd visszahozta őt a 616-os Földre. Az Ultimates névre hallgató csapat elkezdett kozmikus problémákat megoldani. Az első ilyen ügyük Galactus étvágya volt. Megkeresték a régi inkubátorát, majd belelökték, hogy tovább fejlődhessen. Galactus az élethozó név alatt hagyta el az inkubátort. A rég bekebelezett bolygókat újra tudta formálni. Az első ilyen bolygó az Archeophia volt, mely az első általa bekebelezett lakott égitest volt. Mivel ez a forma nagyon ellentmondott az univerzum erőinek, a rend és káosz urai visszaváltoztatták Galactus a régi éhes formájába. Nos, ennyi lenne Galactus története. Mielőtt még mennék, feltennék nektek egy kérdést. Szerintetek jó-e az, ha a két nagy kiadó ilyen erős karakterekkel spékelik meg a történeteiket? Válaszaitokat a kommentekben várjuk.